pedagógusok, kedves gyerekek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az iskolánk hagyományos karácsonyi ünnepéjén. Örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentetek, úgy látom, hogy sok gyermek és szülő kíváncsi a mai estére, és nagyon nagy szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm azokat a képviselőrakat és hölgyeket, akik megtisztelték a rendezvényünket, akiket tegnap is köszöntötték a Diák Önkormányzat nevében tanulóink. Remélem, hogy a mai este megint elvarázsol minket abban a meghitt hangulatba, amit a karácsony jelent, mindenkinek a szívébe és a lelkébe békességet és szeretetet hoz majd. A mai műsort a 4. osztálynak köszönjük meg, mindjárt láthatóak a gyerekek, az énekkarosoknak, Varga Martin kollégámnak és ma Vizer Erzsébet kolléganőmnek. A műsor után pedig még egy pár szóra visszajönnek Önökhöz, most hallgassák szeretettel a műsort. Köszönöm szépen! Mentovics Éva mese a karácsonyról. Elérkezett már december, foga van a télnek, házak meghitt melegében, kis gyertyáskák égnek. Falu végi házikóban fénylik minden ablak, e Karós kicsinyházban iskolások laknak. Édesanyjuk vacsorát főz, apjuk mesél nékik. Szóljon most a karácsonyról, kedvesen azt kérik. Mosolyog az édesapjuk, szívesen mesélek, hisz a karácsony a legszebb ünnepe az évnek. Megszületett a kis Jézus, mindenki őt várta, boldogságot, melegséget hozott a világra. Decemberben a napon van, születése napja, ezt ünnepli kerekföldünk apja és nagyja. Ünneplőbe öltöztetjük, szívünk és a lelkünk, szép karácsony érkezését boldogan köszönjük. A karácsony, az öröm, a szeretet és a megbékélésünk, ilyenkor elfelejtjük az emberek között elszenvedett bajokat, bosszúságokat. Mintha karácsony este mindannyiunkban egy kis angyal bújna. Ezen az esti napról figyelmességekkel ajándékozunk meg egymást. Karácsony este a világ számos táján millió és millió fenyőfán gyúlnak ki a gyertyát, örvendező gyerekek, boldog felnőttek állják körül. Ám nem a pénztárcák kiürítése lenne a fontos, hanem az, hogy az emberek szíve megteljen szeretettel. Mindjárt itt a karácsony, már alig várom. A karácsony már az az egyik legjobb, hogy nincs iskola. Amikor jön a karácsony, ahelyett, hogy Jézus születésnapjára gondolnának, a világon mindenki más azzal van elfoglalva, hogy mit egyen, mit igyon és mivel durrogtasson. Karácsony estéjén mi nálunk több minden volt az asztalon, mint egy étteremben. Mi nálunk karácsonykor egy étteremnél is többet eszünk. Remélem a karácsonyfa lett, idén egy új Playstation 4 Pro lesz. Á, én azt már megkaptam, de jól lenne egy 110 cm-es okos tévén. Én már szívesen leserélném a tavaly kapott telefonomat. Igaz, még csak egy éve használom, de már kiadtak egy újabbat. Én azt akarom. Mit akarsz karácsonyra? Békét, boldogságot és egészséget szeretnénk. Nálunk karácsonykor drága ajándékok helyett kedves szavakat ajándékozunk egymásnak, történeteket mesélünk és karácsonyi dalokat énekelünk. Láttátok már a legújabb játékomat? Hát ezzel meg mi történt? Lemerült. Most mit csináljunk? Megmondom én, énekeljünk! Hullahó, hullahó, mesebeli álom, télapóz, húzd ma rá, fújjog el az ágon. A kis nyúl viderek, megbújik a föld. Szeretnék. Mészáros Veronika, karácsonyi tündérek. Ezernyi csillag hull most az égből, fagyos kis tündére suttognak az éről. Nem is tündére kópír talán, jeges csillagpor hull a földre rá. Karácsony éjjelén az ablakon látom, fehérbe öltözött a tár kint a határon. Lelkem megnyugszik, s békén jár már. Boldogan kívánok jó éjszakát! De a millió tündér nem alszik el. A világ reggel békével kell, csillámló táncukkal szeretetet szórtak, az emberek arcára mosolyt varázsoltak. Maradjon ez így egész éven át, ne csak a csodáljuk a tündérek táncát. közösség. Azt mondom, hogy gyermekeink csendő hangjai szeretetek az, ami a mai estét nekünk igazán varázsatossáig szépítette. Megköszönjük a gyerekeknek az előadását, a negyedikeseknek és az énekkarosoknak, ma Vizer Erzsébet kolléganőmnek a közreműködését, és hadd dicsekedjem el azzal, hogy Varga Martin kollégám volt, aki az utolsó számot szerezte, ő volt a dalnak a szerzője és betanítója, úgyhogy ő neki egy nagy szó. Köszönjük szépen ezt a gyönyörű előadást, és azt gondolom, hogy most már elkezdődött a ráhangolódás az ünnepekre. Igazából nem sokat van hátra, visszaszámolunk, és olyan közel van az a pillanat, amikor ezek a csekényi gyerekek majd mindannyian fája alá boldogságot, békességet és szeretetet fognak hozni. Olyanok ők nekünk, mint az angyalok, ezért én egy angyalos kis történettel készültem ma önöknek. Ezt látják a karácsonyi angyalok. Karácsonykor angyalok szállnak át a városok felett, belesnek a kíményeken és az ablakokon. Hópelyheken utaznak és gomolygó felhőkön. Arany színű a hajuk, piros az arcuk és fehér habos a ruhájuk. Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora délután elindulnak távoli mesés lakóhelyüktől, hogy karácsony titkokkal teli, varázslatos éjszakáján megérkezzenek az emberekhez. Vannak olyan angyalkák, akik az ajándékokat hozzák a gyerekeknek, mások egyszerűen csak a vidámságot és a szeretetet hozzák. Mi alatt ők fennrepkednek az égben, az emberek házaiban a karácsonyi vacsorákhoz készülődnek, vagy áhítan találják körül a fenyőfát. Sok családban, ahol nem telik pulyka sültre és kalácsra. Az angyalok beröppennek ezekhez a családokhoz is, és szeretettel erősítik meg az emberi szíveket. Ezért érzi mindenki a karácsony estéjén a nyugalmat és a békességet. Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát gyújt és csillagszórót, és szomorúan gondol szeretteire, akik messze kerültek tőle. A karácsonyi angyalkák hozzájuk is elmennek, és egy pillanatra legalább örömet és mosolyt varázsolnak a magányos emberek arcára. A karácsony estéjén megzörren az ablakotok, vagy befütyül a szél a kéményeteken. Gondoljatok a karácsonyi angyalkákra, mert biztosan ők járnak közöttetek. Legyetek ti magatok is olyanok, mint az angyalok. Vigyetek boldogságot nagyszüleiteknek, családoknak. Kedves szülők, kedves gyerekek, kedves pedagógusok! A mai napon ezekkel a szavakkal szeretnék én is békés, boldog, áldott karácsonyt kívánni minden családunknak.